Háromnapos rendezvény várja a helyieket és a turistákat Siklóson. Augusztus 12-e és 14-e között ugyanis a város egyik húzó programját, a Várfesztivált szervezik meg. Többek között kézműves vásár, gyerekfoglalkozások és hagyományőrző bemutatók várják az érdeklődőket, de természetesen a könnyű zenei koncertek sem maradhatnak ki a programok sorából. Pénteken is szerettünk volna egy húzó nevet, egyébként pénteken Pápa Joci koncerttel várjuk a kedves hallgatóságot és aki érdeklődés mutat erre a zenei műfajra. Szombati napon pedig a húzó nevünk a Halott Pénz lesz. A Halott Pénz koncertjével fogjuk a szombati estét bearanyozni. A polgármester elmondta, hogy a legutóbbi fesztivált a Várudvarban és a vár előtt tartották meg, ugyanis építkezési munkálatok folytak a kertben. A tavalyi évben pedig éppen a fesztivál után adták át a felújított várkertet, így idén a már megszokott helyszínen tartják meg az eseményt. A főnapon, azaz szombaton egy igen látványos elemmel is készülnek a szervezők. Felvonulást rendeznek, ahova a családokat is várják. A gyermekeknek ajándékokkal kedveskedik a várnak a menedzsmentje, és természetesen azt is várjuk, hogy a gyermekek tudjanak beöltözni. Ehhez az alapvető ruhákat, eszközöket meg fogják kapni, aki arra érdeklődés mutat, be tud állni a sorba, végig tud vonulni velünk gyakorlatilag a szokásos menetrend szerint a postapark irányából a várig gyakorlatilag följön a menet. Régő Gábor kiemelte, hogy a programok nagy része ingyenesen látogatható, bizonyos koncertekre azonban belépőjegyet kell váltani. A polgármester hozzátette, hogy úgy szervezték meg a fesztivált, hogy az időben illeszkedjen a környező települések, mint Harkány és Villány programjaihoz.